Pihan ei sutään, folytatjuk a jókés kóstolósunkat. Nem mással, mint a Tekis Blue-val. Hát a két videó között nem telt el sok, de úgy levert a vízettől a chesttől, hogy ez valami felgeteges. Hát az előző kóstolásoknál talán a vulkánot próbáltuk, az hogy gyenge volt. Még van ebből egy másik ilyen, de most kipróbáljuk ezt. Elméletileg ez már erős. De ha... Fú... Ez is tartalom kék. Hát minden esetre itt a Monsterbe készítve. És ez az mindent ver. Ez gyilkos. Ez meg egy nagy nulla gyenge. Azt tudják, hogy ez cheap. Hát még a... Hú... Elméletileg ez ilyen hot chili peppers tortilla chips akar lenni. De ahogy a vulkánó, ez sem cheap annyira, mint például most, amit előtte ettem, a chest. Tehát a chest az kivégzett torkilag. Ezen meg olyan kis kellemes finom íze van. Erősségre ez is egy nagy nulla. Tehát az előbbi videóban, amikor a vulkánót csináltam a Takisból, erősségre egy nagy hatalmas nulla. De ízre nagyon finom. Azt még mindig csak ajánlani tudom, tehát... És inkább az íze, tehát... Extrém, de... A chess után semmi. A chess az kivégző osztag, tehát... Ebből a chessből a sárgát, ha megeszitek, már láttatok róla a videót. Gyilkos. Finom, ez ízlik nekem, de a chess az kivégző osztag. Na, annyi lett volna Takisnak a Blue Heart-je. Többet vártam volna tőle. Ízre finom, csípősségre nulla. Nem is értem, hogy... Hogy írhatják rá, hogy ez csíp. Valaki még ezt nem bírja, akkor az már egy nagy nulla. Akkor inkább próbálja ki ezt. Aki azt mondja, hogy ez csíp, akkor próbálja ki ezt. Takis, Blue Heart, ízre, fasza, erősségre, nulla. Köszönöm a figyelmeteket, ez volt a Takis Blue Heart kóstolás. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!